39 pontot lehet még szerezni, úgyhogy annyival nem vezet a videótól. Határozott léptekkel a címvédés felé. Akár ez is lehetne a DVSC Teva labdarúgó csapatának jelmondata a tavaszi szezonra, még akkor is, ha a listavezető videóton 13 ponttal előzi meg a bajnokot. 39 pontot lehet még szerezni, úgyhogy annyival nem vezet a videóton, jól tudom, úgyhogy minden szempontból megvan rá az esélyünk. Nem gondolom, hogy ezzel kell most nekünk foglalkozni. Azzal foglalkozunk, hogy a saját játékunkat játsszuk. A Debrecen mindig azért jó tavaszokat produkált, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a hagyományt folytatjuk. A Debrecen nagy tervekkel várta az új szezont, de a nemzetközi kupa szereplés miatt a bajnokságban jelentős hátrányba került az ősszel. A Loki csak a 10. helyen állt 9 forduló után, ráadásul a Bajnokok Ligája, majd az Európa Liga selejtezőiből is kiesett a csapat, a szurkolók egy része pedig már Kondás Elemér vezető edző távozását követelte. A vezetőség azonban kitartott a szakember mellett. Jó döntés volt. Kiegyensúlyozott tavasz lesz, nagyon nehéz tavasz lesz minden csapat számára, és egyértelmű, hogy ez teljesen más lesz, mint a nyár volt. Ott több fronton voltunk, itt viszont igazából egy fronton, vagyis hát még a Liga Kupában vagyunk, tehát két fronton kell helytállni. Egyik erősítés az, hogy a csapat együtt maradt, és hogyha mindenki egészséges, akkor én úgy gondolom, hogy megfelelő erősséggel bírunk. A hosszú téli felkészülés egyik hátránya, hogy a csapatok tétmérkőzés hiányában kezdik a tavaszi szezont. A Loki szakmai stábja ezért egy speciális megoldást választott. Azt fog eldönteni, hogy tényleg milyen pályákon tudjuk játszani az első pár fordulót, az is sokat számít, hisz azért a mi játékunkhoz nagyban kell az, hogy jó pályán játszunk. Ennyi pihenőt talán egyik bajnokságban se kapnak a játékosok. Nekünk ezen kell felülkerekedni, és ezért kell minden edzésen, minden edzőmeccsen úgy pályára lépni, vagy úgy felfogásba játszani, hogy tényleg mintha tétje lenne és tétmérkőzés lenne. A szurkolók bizalmát jelzi, hogy a Ferencváros elleni edzőmérkőzésre is közel 2000-en voltak kíváncsiak, és bár nem született gól a találkozón, a taps és a gratuláció járt a csapatnak.